Jó napot kívánok! Friss híreinket hallhatják. Darkina, a 40 éves troll youtuber, a YouTube hírmondójává vált. Olyan híreket közöl, melyeknek nincs is hírértéke, és nincs semmi értelme, de megpróbálja előadni, hogy ő már pedig híreket fog közölni. Mindig ugyanaz a téma, ugyanazok az emberek, ugyanazok a dolgok történtek. De kérdezzük, hogy miért nem a saját életéről beszél, és miért nem mesél a saját életéről, hogy mi történt vele egész életében. Viccet félretéve, azért sokkal fontosabb a szegénység, az, hogy embereket megtámadnak az utcán, mennyien meghalnak sajnos betegségekben és egyéb dolgok miatt, bombázások, támadások, terrortámadások, Afrikában mennyien éheznek, Magyarországon mennyi munkahely ment tönkre, mennyi ember szenved azért, mert nincs munkahelye. Ezek lennének a fontos hírek. Azokról kéne beszélni, hogy mit tegyél, amikor megtámadnak egy késsel. Menj bele a kés harcolásba, hogy menj oda és küzdj, nem, elfutsz. Az a legegyszerűbb, mindig, ha futsz. Én is voltam már így, hogy támadtak meg késsel, és elfutottam inkább. Jobb futni, szégyen a futás, de néha hasznos. Higgyétek el nekem. Na de azért a politikai dolgok, amik itt mennek, a Fidesz, az MSZP, a KDNP, meg nem tudom milyen pártok vannak, egymás zsebébe turkálnak, hogy kinek mennyi van, a boltba pedig bemész, akarsz venni étolajat, ami 330 forint volt, vagy 340 volt, az most már 509 forint. A kenyér felmegy, a dohányára felmegy, egy cigarettát akarsz venni, az is már mennyivel drágult. A lakbért felemelik, akkor a kölcsönöket, ha felveszed, jaj, majd később kifizetheted, aztán fizetheted 5-6 évig, 10 évekig, nem is szabadna kölcsönöket felvenni. Egri Béla pont jól mondta ezt, hogy soha ne menjünk bele abba, hogy felveszünk kölcsönt. Én egyáltalán nem értek egyet azzal, hogy kölcsönt kéne felvennem nekem vagy bárkinek. Úgyhogy senki ne akarjon bedőlni ennek, mert a bankok is csak azt akarják, hogy minél több pénzt lehúzzanak az emberekről. És hát sajnos ez megy. A politikai dolgok, hogy most melyik párt mit ígér, meg lehet nézni, utána lehet nézni az interneten, veszel egy újságot, ott is clickbait címek vannak, ott is nagy dolgokat találnak ki, hogy mit mondott a Cili néni, hogy most mi a helyzet, meg hogy mi nincsen, meg hogy én mit ígérek neked 2022-re, 2022-ben eltűnik a mit tudom én, a szegénység, mindenkinek lesz étel az asztalán, meg egyébként. Jó, most csak egy hülye példa volt ez, de azért valljuk be őszintén, egy ilyen ígérettel nagyon sok embert át lehet verni, és nagyon sokan hisznek mondjuk a pártoknak, és nem pont a Fidesznek, vagy a KDNP-nek, vagy az MSZP-nek, vagy a nem tudom milyen pártok vannak, hogy azért nagy zsiványság van ott, mert azért nyomják ezt a szavaz rám, mert én ezt ígérem, na rám szavaz, na ő rá ne szavaz, mert az a párt hazudik, abban a pártban az emberek ezt csinálják, meg azt csinálják. De nem értem, hogy ez miért olyan fontos, hogy ki mit ígér, ugye? Fontos, hogy mit ígér, elhisszük. És 4 évig szenvednek az emberek attól, hogy várják a csodát. De nem érkezik meg ez a csoda, ez a változás, ez, hogy 4 év alatt mi fog változni, meg megígérte a párt, hogy ezt is ez lesz. Amit ígért az MSZP, vagy a Fidesz, mi változott? Meséljétek el nekem, mi változott? Mennyi mindenben segített a kormány? Nagyon sokan siránkoznak a munkahelyek elvesztése miatt, meg ez miatt, az egész történés miatt. Meg lehet érteni, hogy vannak emberek, akik kiakadnak, de én azt gondolom, hogy pont erre megy ki ez az egész, hogy az emberek higgyenek abban, hogy már pedig mindegyik párt valami más tud nyújtani. Az egyik párt még nagyobbat csinál, a másik még nagyobbat, minél több a mézes madzag, és minél édesebb az egyik mézes madzag a másiknál, az emberek annél jobban fognak rámenni. Mint a légy
a cukros kenyérre, vagy a légy a papírra, mondjuk ezt, és az a lényeg, hogy meglátsz valamit a kirakatban, egy süteményt, megkívánod, ugye? Szeretnéd megvenni, de nincs rá pénzed. Szeretnél venni egy házat, mert nagyon tetszik, de nincs rá pénzed. Hogy juthatsz pénzhez, hogyha a munkahelyed miatt nem nagyon kapod meg azt az összeget, amire te vágysz és megegyeztél az adott céggel? Akkor elmész a bankba, felveszed a nagy kölcsönt, hú, de jó, oké, megvetted a házat. Eladósodsz, elveszted a házat, a bank, ahonnan felvetted a kölcsönt, visszaveszi a házat, nincstelenség lesz, szegénység lesz, nincs víz, valahol nincs villany. Ezek lennének a fontos témák. Mert az, hogy mennyi embert ér támadás nap, mint nap. Lelki sérülést okoznak egymásnak az emberek, hogy beszólnak valakinek azért, mert nagyon magas, mert valaki alacsony, valaki túlsúlyos, valaki duci. Már tiszteletet szeretnék, majd tisztelet a kivételnek, nem akarok senkit megbántani, tehát nem akarok én itt rosszat mondani senkiről, de hogy az emberek miért akarnak mindig valamibe belekötni? Belekötnének abba, hogy nekem miért ilyen színű az ujjam. Ez azért ilyen színű, mert amikor vágtam a fát, a fejrésze ráesett az ujjamra, több mint 2 hónapja már, hogy ilyen az ujjam. Ez van. Szemüveget hordok, mert tök jó érzés, sapkát hordok, jó érzés. Engem ez boldoggá tesz, az, hogy valaki zavar, akkor idejön is elmondja, akarja. Ha nem zavarja, tovább megy. Lehet, hogy kipletykálnak, mondanak a hátam mögött dolgokat. De amiről én nem tudok, az nem fáj. Amiről nem tudsz, nem fáj. De nem jó ez, hogy az interneten is mindig ez az egymásnak feszülés, az egymásnak való támadás, kommentekbe degradálni embereket, csak azért, hogy neked boldogság legyen attól, hogy beszóltál valakinek. A TikTokon is nézem a kommenteket, és sokan olyanokat írnak, hogy egyszerűen tényleg bicska nyitogató kommenteket írogatnak emberek, és azt gondolják, hogy az vicces, ha valakinek beszólnak. De nem is fogják fel, hogy azzal megbántják az embert, ha valakinek a túlsúlyával van problémája. Mert valaki zavar, hogy valaki miért túlsúlyos. Honnan tudod, hogy valaki miért milyen? Meg hogy milyen életet élt? Mert valaki sír a videóban, akkor miért sajnáltatja magát? Hát emberek vagyunk, ha sírni akarunk, sírjunk. Miért tartsuk vissza azt, hogy sírni akarunk? Miért? Ha sírnod kell, sírjál. Sokkal jobb őszintén kimondani mindent, mint mosolyogva hazudni az emberek arcába. Lehet, hogy nagyon sok mindenkit ismerünk. Azt gondoljuk, hogy ismerünk a másikat, de lehet, hogy egy idő után előjön az éne, amit nem is gondoltunk volna. Az éremnek 2 oldala van, 1 életünk van, és azt éljük már úgy, hogy nem mindig a másik embert csesztetjük. A gyerekek itt is, itt egy csomó ember sétál, fut, valaki csak tornászik. Engem nem zavar. Ő futni akar, fut. Én itt ülök, videózom, akkor itt ülök és videózom, nem zavarok senkit. Nem is akarok zavarni senkit. Engem se zavarnak, nem zavar, hogy fut. Nem fogom megkérdezni a futótól, hogy figyelj már, miért futsz? Mi a jó a futásban? Mi a jó a futásban? Egészséges. És jó érzés, hogyha futsz. Én nem futok, nem sportolok, sportoltam eleget már. De én tök jól el vagyok. Nem kezdek el kommentet írni semmilyen videós videója alá, hogy ő dagadt, ő csúnya, ő szeplős, ő hülye, ő bolond. Megnézem a videóját, nyomok egy lájkot, és ha úgy érzem, hogy egy olyan témát mond, amihez hozzá tudok szólni, akkor odaírok valamit azzal a témával kapcsolatban. Az, hogy valaki meleg, az a saját dolga, az az ő élete. Ha valaki leszbikus, az is a saját döntése. Ha valaki dolgozik, vagy nem dolgozik, és valaki beteg, vagy nem beteg, vagy politikus, vagy nem tudom miből van pénzed, vagy nincs pénzed, mindenkinek a saját dolga az, hogy miből él, milyen életet él. Vadidegen emberek nem ítélkezhetnek más emberek felett. Van egy Isten, aki majd eldönti,
hogy kinek milyen sorsa lesz. A kezünkben van a saját életünk, és éljünk úgy, ahogy az nekünk jó. És mutassuk meg másoknak is, hogy jó példát is tudunk mutatni. Nem kell gyűlölködni, nem kell rasszistának lenni, el kell törölni ezeket. A gyűlölet ne legyen, a rasszizmus ne legyen, szeretet legyen, elfogadás, béke, együttélés, törődés, segítségnyújtás, és elmondani azt, hogy mi az, ami hiba, mit lehetne javítani még. Mi az, amiben tudsz segíteni valakinek, hogyha azt kérdezi tőled, hogy figyelj, tudnál segíteni, mert nagyon szomorú vagyok, úgy érzem, hogy feladok mindent, abba hagyom az egészet, eldobja az életét. Nem azt mondod neki, hogy jól van, mennyi, ugorjál le, hanem azt mondod, hogy figyelj, nyugodj meg, nincs semmi probléma, jön egy új nap, menj pihenjél, igyál egy teát, nyugodj meg, nézzél a filmet, vagy hallgass valami zenét, nyugodtan sírj ki magad, és holnap ébredj fel úgy, hogy mindent át tudtál gondolni, nézd bele a tükörbe, köszönd meg a Jóistennek, hogy életet adott, köszönd meg, hogy esélyed van élni, és minden reggel felkelni. Nagyon sokszor motoszkál az emberekben a halál, meg az, hogy öngyilkosok lesznek, hogy ez miért van így, mert nem tudhatjuk, hogy milyen életet élnek, hogy mi mennek keresztül nap mint nap. Munkai problémák, iskolai problémák, szerelmi problémák, családi problémák, utcai problémák, megtámadták, megverték, elvették az utcát, vagy egyszerűen szülő nélkül nőttek fel, vagy élik életüket. Tehát milliónyi embernek milliónyi problémája van. Ha valakinek van gyertyája, azzal világít, ha valakinek van melegség és boldogság a szívében, azzal boldogít és azzal világítja meg a másik embert. Ha valaki úgy érzi, hogy felette sötét felhők vannak, azt el lehet tüntetni, azt a sötét felhőt. Napsütéssel, szivárvánnyal, szeretettel, szép beszéddel, tanácsokkal, segítségnyújtással. Én azt szeretném, hogy az emberek önmaguk legyenek. Nem kell szerepet játszanod. Nem kell megfelelni senkinek. Miért akarunk megfelelni más embereknek, akik azt mondják, hogy ez a videó, ez nem jó. Az a ruha, ami rajtad van, az nem jó. Vegyél Nike-t, vegyél Adidas-t. Vegyél ilyen cipőt, vegyél olyan cipőt, vegyél olyan lakást, ilyen lakást. Az a lakás azért nem jó, mert azok a csövek látom, hogy nem jók. Honnan tudod, hogy mi a jó annak, aki valamit meg szeretne magának venni, vagy valakinek ad valamit? Ezt kérdezem én. Aj, gyerekek, de tényleg én nem tudom, hogy miért van ez. Mindig vannak problémák. Most is teljesen beszürkült a felhő, kezd esőre állni az idő. Valamikor nekem is vannak rossz hangulataim, valamikor van jó hangulatom, most jelenleg olyan hangulatom van, hogy ez a téma, ami bennem van, ezt ki kell mondani. Én minden embert elfogadok olyannak, amilyen. Minden embert. Én nem fogok senkiről véleményt alkotni. Alkotnak rólam is véleményt. Mindenkinek megvan mindenkiről a véleményed. Persze nekem is van véleményem nagyon sok mindenről, de azzal nem fog előrébb menni az életem. Attól nem fogok jobb ember lenni, ha mindig csak másokat piszkálok, meg másokba keresem a hibát. Bennem is van hiba. Először magamba tisztázzam le a dolgokat. Más pedig saját magába letisztázza a saját dolgait. És úgy éli az életét, ahogy ő akarja. És mindenki úgy választja az életben az egyéb dolgait, ahogy szeretné. Mert valaki azt mondja, hogy figyelj, itt ülsz a padon, akkor minek ülsz a padon? Mert zavar valakit, hogy a padon ülök? Nem zavarok senkit. Valaki sétál, menjek oda és kérdezzem meg, hogy figyelj, miért sétálsz, mert engem zavar. Meg miért van rajtad rózsaszín fölső, mert az nem szép, nem kellene. Meg miért van rajtad tornacsuka, inkább vegyél fel valami, nem tudom milyen márkás cipőt.
Meg ilyen öltönyt, meg amolyan öltönyt. Az ő dolga. Ha engem zavar, hogy ő hogy öltözködik, akkor változtassak a saját öltözkedésemet. Ha van valami új divat, engem nem érdekelnek a divatok. Én nem követem a divatot. Nincsen tetoválásom, nem is érdekelnek a tetoválások. Nincs piercingem, nincsen semmiféle szögek az arcomban, de rengeteg embernek ilyen az élete. Van, aki rocker, van, aki mulatos, van, aki, mit tudom én, emós. Az az ő dolga. Minden embernek megvan a stílusa, az életvitele, a felfogása. Úgyhogy ennyi. Ennyi. Ennyit tudtam elmondani most nektek. Azt gondolom, hogy ez a mai nap ez ilyen volt, kicsit még szomorkás hangulatom van. Szomorkás hangulatom van, máma. Na jól van, vigyázzatok magatokra, én pedig most mentem. Nem akartam videózni, de úgy voltam vele, hogy most így sétálgattam, és beugrott ez, hogy erről kellene videót csinálnom. Majd még csinálok videót, ne aggódjatok. Szevasztok!